Kedves budapestiek! Mint bizonyára már nagyon sokan tudják, április 27-től jövő hét hétfőtől csak kendővel, sállal, maszkkal az arcunkon tudunk felszállni a közösségi közlekedési járművekre, és így tudunk elmenni boltba vásárolni, bevásárlóközpontokba, és így tudunk beülni a taxikba is. Az elmúlt hetekben volt némi vita azzal kapcsolatosan, hogy a maszk viselése segíti a járvány megfékezését. Ma azonban a Tudományos Akadémia, Semmelweis Orvostudományi Egyetem és minden más szakértő nagyon egyértelműen azt mondja, hogy a maszk viselése igenis segít a járvány megfékezésében. Az elmúlt hetekben számos budapesti kerület már rengeteg maszkot kiosztott a kerületi polgárok között. A mai naptól pedig a főváros és a budapesti közlekedési központ munkatársai textil maszkot osztottak szét a budapestiek körében. De fontos újra és újra elmondanunk, hogy akkor is nagyon sokat segítenek a járvány megfékezése érdekében, hogyha valamilyen kendővel vagy sállal eltakarják az arcukat. A mai napon levélben kértem az együttműködését azoknak a fontos szervezeteknek, akiknek a közreműködése szükséges ahhoz, hogy be tudjuk tartani ezeket a szabályokat. Levelet írtam a kereskedelmi központok vezetőinek, a nagyobb kereskedelmi láncoknak, a taxitársaságoknak, hogy elmondjam, miért fontos ez az intézkedés, és biztos vagyok abban, hogy ők is meg fogják érteni, hogy ezek a mostani kicsit kellemetlen, de szükségszerű intézkedések nem csak a járvány megfékezését teszik lehetővé, hanem azt is, hogy bizonyos óvintézkedések megtartása mellett fokozatosan tudjuk enyhíteni a most meglévő szigorú korlátozásokat. Én nagyon büszke vagyok a budapestiekre, mert azt látom, hogy az elmúlt hetekben nagyon fegyelmezetten betartották ezeket az intézkedéseket. És ez azért nagyon fontos, mert bármilyen döntéseket is hoznak a politikusok, végső soron a polgárok együttműködésén múlik, hogy le tudjuk-e győzni ezt a járványt. Túl leszünk ezen a nehéz időszakon is, mert Budapest erősebb, mint a vírus.